Hírösszefoglaló a Napkeltében, jó reggelt kívánok, Hajdú Andrea vagyok. Az eddigi adatok szerint már 8 ember életet követelt a hó és a hideg. Többen akkor fagytak meg, amikor gyalogvágtak neki a hófúvásnak. Vas megyében 80 település zárt el a hó a külvilágtól. Az országos válságstáb közlése szerint továbbra is az ország keleti részében a legrosszabb a helyzet. A Dunántúlon több mint 100 út járhatatlan. A délelőtti újabb hóesés és az orkán erejű szél sok helyen méteres hótorlaszokat emelt. Több település megközelíthetetlen. Az utakon veszteglő kocsik hosszú sorban várakoznak a mentésre. Az autósokon traktorok, hókotrók segítenek. Van miért szomorkodniuk a kamionosoknak is. Ezt a teherautót például órákig próbálták kimenteni szorult helyzetéből. A rendőrség kéri a fuvaroztatókat, hogy ne indítsanak útnak nagyobb járműveket, mert elakadásuk újabb torlaszokat okoz. A Hungaro kamionnak a rendkívüli időjárás miatt már is több 100 millió forint kára keletkezett. A szállítmányozó cég 25 kamionja vesztegel az ország útjain. A polgári védelemnél azt tanácsolják, akinek nem muszáj, ne induljon el kocsival, mert a hóakadályok miatt úgysem jut messzire. Ha mégis elindul valaki, és ezekben az úttorlaszokban reked, akkor lehetőség szerint takarékoskodjon az üzemanyaggal, lehetőség szerint, ha melegedik az autóba, akkor engedje le picit az ablakot, nehogy szélmodos érkezést kapjon. Innen a Polgári Védelem budapesti központjából vezénylik azt a 3000 embert és 300 különleges járművet, amelyek a mentésben részt vesznek. Itt 24 órás ügyeletet tartanak, hogy az ország legkritikusabb területeire azonnal segítséget tudjanak küldeni. Ezúttal a fővárosban a legjobb a helyzet. Budapest főútjai jól járhatók. Egyedül Budán a kisebb hegyi utakon nehezebb a közlekedés. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség továbbra is Kovács Attilát tekinti az MLS elnökének. Ezt a FIFA és az Európai Labdarúgó Szövetséggel tartott zürichi tanácskozása után közölte. A két foci szervezet egy hónapon belül közös delegációt küld Magyarországra a helyzet tisztázására. A sportminisztérium közleményében csak annyit válaszolt. A döntés törvényes volt, és a kirendelt felügyelőbiztos tovább végzi munkáját. A FIFA és az UEFA közös közleményében továbbra is Kovács Attilát tekinti a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének. Továbbra is a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségét és az elnökét tekintik tárgyalópartnernek és legitim megválasztott működő Magyar Labdarúgó Szövetségnek. A közlemény szerint a két szervezet Magyarországra küld egy vizsgálóbizottságot is. A FIFA és UEFA közösen létrehoz egy bizottságot, amely március 10-ig bezárólag meg fogja tenni a saját maga megállapításait. Ez akár azt is jelentheti, hogy a FIFA és az UEFA eltiltja a magyar csapatokat a nemzetközi szereplésről. Az osztrákok szerint mindez árthat a 2004-es közös magyar-osztrák Európa-bajnoki pályázatnak is. A probléma rossz hatással van a közös pályázatra, így mi hamarabb a lehető legprofibb módon meg kellene oldani. Mi hamarabb, mivel az Európai Szövetség március 8-án amúgy is ide látogat, hogy ellenőrizze az előkészületeket. Fél kilenc után 5 perccel vendégünk lesz Kovács Attila, az MLS felfüggesztett elnöke, aki egyenesen a repülőtérről érkezett, hogy tájékoztassa önöket a legfrissebb fejleményekről. Egynapos hivatalos látogatását befejezve tegnap hazaérkezett Pozsonyból Orbán Viktor. A miniszterelnök tárgyalt meghívójával, Mikuláš Zurinda, szlovák kormányfővel. Orbán Viktor szerint sikerült új alapokra helyezni a szlovák-magyar viszonyt. Az igazságszolgáltatás akadályozásának vádpontjában 50 szenátor szavazott Clinton bűnösségének kimondása mellett. Ugyancsak 50 szenátor pedig az ellen. Így a vádpontot elvetették, mert az elnök bűnösség nyilvánításához legkevesebb 67 szavazatra lett volna szükség. Ezzel